Danilo Sekulic, Korhutot találná meg, Repka vette észre a szándékot, és jó a fejes Torgellének, Torgelle, ez is jó még, egy köténnyel Sekulic mellett, Torgelle, Repkának dobja ki, jobb külsővel, kicsit kisodródik Repka, de még be lehet azt adni. Most jön a beadás, és két érkező, és gól, vezet az MTK! Torgelle nem ért hozzá, nehogy lesen legyen, így aztán a fiatal Korozmán a gólszerző, Repka beadását követően Korozmán Kevin valahogy valamelyik testrészével besodorta a labdát a kapuba. Ha jól látom, de mindjárt megnézzük, mert nem is biztos, hogy ő volt, bocsánat, nézzük csak ezt a beadást. Itt érkezik, és Torgelle nem ér hozzá. Ki volt? Vodicska Bálint volt a gólszerző, bocsánat, 8-as számmal. Vodicska, így van. A frissiben beállt Vodicska Bálint, tehát az MTK gólszerzője, és elnézést a tévesztésért. Hasonló fizimiskájú, mint Korozmán. És elsőre nem láttam a számot, megmondom őszintén.